Pénz nem probléma. Szia, kedves baba! Üha, a mennyben vagyok. Nézd ezt meg, Carol. Először a játékboltban. Hes, az enyém. Hadd lássam ezt a divatos készüléket. Adjátok fel, zöld fülűek. Ezek a cukiságok jól néznek ki. Egy pohár a gyűjteményemben. Imádom, kis szimészét. Ez rosszabb, mint gondoltam. Nem unod, hogy a polcon ősz? Most már tudom, mi a boldogság. Micsoda rémálom. Félsz a szörnyetektől? Inkább nézd meg az árát. Szent cica-mica. Kelj fel, még nem fedeztünk fel mindent. Úgy van, újra formában vagyok. Jól fog kinézni a szobámban. De nem ma, kész? Azt a... ragyogó boxibú. Csodálatos. Túl drága. Nem engedhetjük meg magunknak. Itt kell hagynunk a dobozt. Számoljuk meg a megtakarításainkat. Egy másodperc. Nem segít. Te honnan jöttél? Új. Talán van itt valami értékes. Olyan érzés, mintha egy érme lenne. Lehet, hogy gazdagok vagyunk. Aha, ezt már kerestem. Ravaszul elbújt a rágógumi. Most pedig előszedem nekünk azokat az elakadt centeket. Kösz. Ez elég, Undi. Mi van a titkos zsebben? Klassz, egy egész dollár, és nem csak egy. Nézzük újra. Új fogás. Jó lenne, ha használható összeget szednénk össze. Bal szerencse. Csak egy Happy Mealhez elég. Csodálatos, épp időben. Pont megéheztem. Itt az ideje enni. Milyen isteni aroma. Nos, ne olyan gyorsan, tesó. Hé, mi a baj? Viszlát, kedves vacsorám. Van egy zseniális ötletem, Sandra. Ez a lédús burger segít megoldani a problémánkat. Oké, akkor jó. Ha nem tudunk szörnyet venni, mi magunk készítjük el. Keressük meg hozzá a szükséges anyagokat. Szóval a ház tele van mindenféle szerszámmal. Fogjuk a dobozt és kezdjük a munkát. A munkahely már vár. Nem fogod bántani a sajtburgeremet, ugye? Olyan ideges vagyok. Hidd nekem, jó kezekben van. Közben ollóval levágom a sárga részeket. Egyébként egy kicsit később szükségünk lesz rá. Most óvatosan levágom a csomag felső részét, hogy legyen egy kis négyzet alakú alap. Mi a következő lépés? Két darab puha szivacsot teszek bele. Egyenesen a fürdőszobából. Befelé, rucikák. Nem bírom ki olyan sokáig. Megeszem a krumplit. Tisztítsuk meg a felületet. Tényleg? Ne mondj többet. Most jön a levágott darab. Forró ragasztóval bevonjuk, és a piros oldalára rögzítjük. Ragasztjuk fel a másik fogantyút az ellenkező oldalra. Valami kezd kirajzolódni. Kölcsön kérhetem? De még annyi van hátra. Két-három szöget vágtam ki a megmaradt kartonlapból. Az én titkos összetevőm. Rögzítsük a három szögeket a rugókhoz, és rögzítjük őket ragasztóval. Burgerből bármit el tud majd kapni. Nézd meg a finomságodat. A tenyerébe teszem a krumplit, öt ujjat létrehozva. Kell egy kicsi. Az utolsó ujjhoz a fele is elég. Vigyünk fel ragasztót erre a rákcsáli valóra, és a kéz készen áll. Remekül tapad. Oh, mindkettőt elkészítetted? Add ide a hamburgert. Már beleettem. Tudom. Ne keseredj el, találtam egy méltó helyettesítőt. Egy előétel a polcról? Kísérletezzünk. Nos, krumpli, itt többé nem látnak szívesen. A vékony derék nincs veszélyben. Koncentrálj, Sandra. Ne vicc egy éles dobozvágóval. Óvatosan, nyom, nyom, nyom. Szörny száj megharapja a szemtelen kis gazembereket. Adjunk arcot a szörnyetegnek. A gyurma legszebb órája. Vicces dolog. Úgy néz ki, mint egy kígyó. Nagyon jó lenne egy zöld nyelv, tetszik? Én is készítettem egy remek művet, hogy élhetne Boxy szemek nélkül. Ragasszuk be őket. Nagyra értékelem a közreműködésedet, nővérem, de először ez kell. Hiányzik egy négyzet sárga sajt. Voilà, ott. A fehér ragyogó mosolyt biztosít barátunknak. Szép kis fogak. És a többiek? Nyugi, mind itt vannak. Folytassuk a varázslatot az aranyos arccal. A felső részre szilikon ragasztót kennek, és kirakok egy sor éles fogat. Micsoda ötlet! Egy ilyen éles fogsort minden tisztességes szörny megirigyelne. De ne tereljük el a figyelmünket.
mert a sajt és a saláta nyelv is vár. Helyezzük őket középre, és zárja be Mr. Boxy száját. Ne felejtsük el a zöld kukucskákat rögzíteni a fogai fölé. Félelmetes tekintet, mi? Nyaknak rugót használunk, és ráhelyezzük a fejet. Juhú! Jókedvűen bólogat. A nevérem egy zseni. Töltsük meg a pocinkat. Van egy puffasztott rizs az asztalom alatt, ilyen alkalomra. Ebédszünet. Szolgáld ki magad. Szeretek egyszerre enni és alkotni. Felraktározva kalóriákkal kezdjük. Diétás ételünk átalakulóban van. 4 darabot választottam ki. Az egyikre rányomok egy kis ragasztót. Majd szendvics-szerűen összerakom. És ismét a hasznos rugók. Már találkoztak a ragasztómmal, és újra együtt fognak lógni. Úgy gondolom, hogy felbecsülhetetlen értékű a vállalkozásunk számára. Ide egy kicsit. Kitaláltad, melyik testrészről van szó, Sandra? Sejtem, valószínűleg láb. A szörnyeteg összeállításának szakaszába léptünk. Megfordítom a dobozt, és először a fejet rögzítem az aljához. Ragasztóból sokat nyomjunk, ettől lesz jó Boxy Boo. Egy saját magunk által készített játék. Szeretne csevegni Mr. Boxy pocakkal? Tudom, hogyan kell elvonni a figyelmét az evésről. Szerezzünk egy kis pénzt. Ezt szétfoszlott, visszahoztam. Vedd meg a burgerbónkat 20-ért. Vagy kevesebbért? Szeretnél egy kézzel készített játékot? Kinek kell ez a gagyi? Olyan durva. Próbáljuk meg utoljára. Hello, hölgyem! Hello! Mit szólnál ehhez az exkluzív modellhez? Ó, érdekes. Elviszem. Tessék. Játsz vele és élvezd. Viszlát! Hé, eladó! Mi az? A készlet, amivel saját magad készítheted el a Boxy Boo-t? Természetesen megvan. Az áhított doboz. Viszlát! Nyosan menjünk haza. Az estét egy új barkács projekttel töltjük. Hoztam egy másik széket. Nos, gyerünk, tedd fel a titkaidat. Misztikus ragyogás. Hűha, fordítsd meg. Olyan sok különböző rész. Kiderült, hogy Mr. Boo nem egy egyszerű fickó. A festék sokáig szárad, ezért kezdjünk vele. Egy apró szivacsal fesd le kékre a doboz. Mikor szereztél nachoszt? Az első a munka. Felelősségteljes feladatunk van. Nincs más választásom. Olyan szigorú vagy, mint anya. Ketten együtt, és az alkotói folyamat érezhetően felgyorsul. A szivacsokat piros plüss anyagba csomagolom. A következő lépés a varrás egy gyönyörű cérnával. Csak néhány öltés. Helyezzük egymásra a szivacsokat, és bátran tűvel varjuk össze az oldalukat. Kész. Felismered a szörny fejét? Ezután egy snitzerrel vágjuk ki a háromszög alakú fogakat egy sárga habpapírcsíkból. Díszítsd a bolyhost kihegyezett agyarsorral. Majd ragasz rá vicces szemeket. Csak egy rugalmas nyakat kell ráhelyezni. Szándékosan vettem a színes rugót. Várom a dicséretet, Sandra. Úgy néz ki, mint a játékban. Na, mennyit fejlődtem? Nem eleget. Hogy érted ezt? Megmutatom, okoska. Javíthatatlan. Elégedett vagy? Teljesen megőrültél. Jobb, ha a mancsokkal foglalkozom. A fő összetevő itt van. Egy darab gyurmából kis lábat alkotok. Ezután rögzítem rá az egyik rugót. A fehér gyurmából 3 karmot formázunk, és óvatosan ráhelyezzük a lábra. Itt az ideje, hogy tenyereket és ujjakat készítsek. 4 is jó lesz. Dugjunk egy másik rugót közvetlenül a gyurma tenyérbe. Adok hozzá karmokat is. Pacsi? Le vagyok nyűgözve, vicces mancsok. És végre befejeztem a festést. Gyönyörű, nem? Nem az a szó, amit keresek, művész. Hadd vigyázzak most a dobozra. Közben menj, mosd le magad. Igen, az jó lesz. Békében és csendben rögzítem a szörnyetek karját és lábát. Az első a helyén van, intézzük a többit. Soha nem gondoltam volna, hogy a Boxy összeszerelése ennyire izgalmas lesz. Egy kis ragasztó és a mancsok boldogan integetnek. A lábakat az aljára kell ragasztanunk. Nagyon igyekeztem, amikor meggyúrtam őket. Hamarosan járni fogsz, Baby Boo. Gyerünk, kedvenc rózsaszín készülékem. A forró ragasztó soha nem hagyott cserben. Szörnyünknek ez a változata már minőségének tűnik. Koncentráljunk az utolsó simításokra a munkában. Szuper, jól tapadnak. Nem kell többé a fejed nélkül élni. De ne aggódj. Félelmetes szörnyetek úriembert csinálok belőled. És te hozott a világunkban, bozontos. Jó szórakozást!
Nehéz volt a mosdás. Nagyon jó képű. Csendben van. Egyszerűen nem volt időm a zenével foglalkozni, de a bogaras szemű énekelni fog. Hol van a csillag? Hé, szerencsénk volt. Díszítsük fel. Tökéletesen passzol. Befejeztük a második számú szörnyecskénket, és melyik boxit szereted jobban? Írd meg kommentben. Ez drágában kell eladnunk. $50 megfelelő ár. Túl olcsó, testvérem. Erőfeszítéseink legalább 500-at érnek. Te igazi üzletasszony vagy. Ülj ide, plüss baba, és hívogasd a vásárlókat. Úgy érzem, meggazdagodunk. Van munkánk. Nézze, uram, limitált kiadás. Vásárolja meg kedvezménnyel a mega népszerű boxi boot. Akarok egyet, apa! De nem tudok ennyi pénzt kiadni rá. Extrém módszerek alkalmazására kényszerít, uram. Vigyél haza! Hogy élhetnék boxi boot nélkül? Akár 1 milliót is adok érte. Hurrá! Csináljuk egy teljes partit! Haszontalan papír! Lányom, várj már! Ciao! Született hipnotizőr vagy! Szent Hági, van pénzünk a kívánt dobozra! Azért vagyok itt, hogy azonnal megvásároljam az aranydobozt! Várunk vissza! Itt volt! Bol szerencse, de tudom, mi vigasztal meg! $500 is minden a tiéd! Akkor ez egy alkú! Egy speciális nagyítóval van ellátva! Segít a boxibú helyes összeszerelésében! Teljesen biztos vagy benne? Garantálom! És mi olyan különleges ebben? Gyerünk! Hú, jó nehéz ez az arany! Alig várom, hogy lássam, annyira izgatott vagyok! Az igazság pillanata! Tényleg gyönyörű! És milyen összetevői vannak a gigagazdag szörnyetegnek? Szuper! Ez elég szokatlannak ígérkezik. Egy egész vagyon van itt. Van néhány exkluzív dolog számomra is, szóval alkossunk szépséget. Úgy tűnik, a lányoknak egy igazi milliómos szörnyetegük van. De vajon megbirkóznak minden egyes részével? Húzd, Sandra! Fogadok, hogy a piros valami nagyon fontos elem. Talán meteorit? Wow. Vizsgáljuk meg és derítsük ki. Ez a doboz tudja, hogyan kell izgalomba hozni. Hé, azt hiszem, egy mini ásványba botlottam. Ezek drága kövek, nővérem. Ássunk mélyebbre. Van még egy. Szerencsés volt a vásárlásunk. Mindig is akartam egy zafírt. Hamarosan jön a kollekció. Ott felsziklakő. Nyilvánvalóan van bent egy rejtekhely. Hihetetlen. Megint arany. Elbűvölő, mi? Nézzünk bele a dobozba. Aha, a tüskéket is használnunk kell. Egy elit készlet, de a szeméttől megszabadulni nem egyszerű feladat. Most tegyük ide. Zseniális ötlet, Carol. Viszlát, ásatások nyomai. A mini porszívó megbirkózik a kisebbekkel. Az asztal legyen tiszta, mert felelősségteljes üzletet vezetünk. Szükség van néhány komoly szerszámra. Ne jegy meg! Mire készülsz? Nem tetszik az aranytömb? Ezt nem bírom nézni. Kémeld a fülemet, könyörgök! Boxi Boo mancsai kivágva. Remek munkát végeztem. Nézd, nem csodálatos? Vége a kínzásnak. Wow, megérte. Azt akarod, hogy a dobozból legyen a feje? Plusz gyurmából. Gyorsan ugorjatok ki, kis tüskék. A sárga jól áll neki. Itt van. Adjunk fényes szájat a szörnyetegnek. Belülről megcsinálom a falakat, és egyenletessé teszem. Nem rossz eredmény. Mit mondasz? Elég rémisztő? Remek! Eléggé! Nyugodtan rögzíthetjük a fogakat. Kéznél van a kütyüm. Felkenem a ragasztót, és te adogatod nekem a tüskéket. Az első megoldva. Szép! Most úgy mennek a dolgok, mint a karikacsapás. Úgy tűnik, a harmadik szörnyetek ellopja a szívemet. És a drága kövek a szemnek vannak? Igazad van. Csak egy kis forró ragasztót nyomjunk ki, és helyezzük el a köveket. Gazdag boxinak aranyjaka lesz. Ugyanúgy csatlakoztatom a fejhez, mint korábban. És kacsint, huncutka. Tényleg különleges. Vicces rác. Fogd meg a szörnyeteket, és mindent a helyére teszek, amíg még nem késő. De nagyon igyekeztem. Ó, nagyon sokat kell még tanulnod. Ezt inkább csak nézd, partner.
Figyelni fogok. Ott egy kicsit. A testet ragasztani? Óvatosan rögzítem ezt a négyzet alakú hasat. Csináljuk meg a kezeket. Fontos, hogy kissé hajlított legyen. Bájos. Tenyerek is kellenek neki. Ismét felkenek egy adag forró ragasztót, és óvatosan ráhelyezem az aranyujjakat. Ez a legjobb része. Csak ne engedd, hogy leessen pár percig, és adok hozzá hablaból tartó kiegészítőt. Ő egy igazi szupersztár. És a megjelenésének fő fénypontja ez a fényes kitűző. Ne feledkezzünk meg a fogantyúról sem. Megetetem érmékkel, nehogy ideges legyen. Jó étvágya, csillogó divatikon! Ez aztán a vagány, búbú! Bárcsak viccesebb lennél! A szivárvány barátok megnehezítik a fókuszálást. A győzelem közel van. Unalmas egyedül játszani. Hé, Carol! Esetleg rendezhetünk együtt egy szivárvány partit? Nem látod, hogy elfoglalt vagyok? És mi van, ha mégis meggondolod? Jaj, majdnem kész vagyok a pályával. Játék vége? Ne! Nagyon elegem van ezekből a plüss cuccokból. Menj a rajzfilmszerű Roblox mennyországba! Most a töltőanyaggal kell játszanom. Elragadtattam magam, csak ne sírj, Sandra. Most újraélesztem a barátodat. Már nem lehet helyrehozni. Mi ez a pesszimizmus? Carol nővér még egy reménytelen beteget is életre kelt. 1, 2, 3, kiüt! Kíméld a kék lelkét! Nincs pulzusa, de még mindig jóképű. És a szervei? Tudod, van egy jobb ötletem. Aludj nyugodtan, kis beteg. Kezdődik a műtétünk. Ez a fehér cérna tökéletes Sandra haverjának helyreállítására. A háta elkészült, jöjjön a lényeg. Slime a fejbe. Mehet? Tegyünk egy kis rugalmas agyat a belsejébe, és varjuk össze. Csak egy kis lyukat kell vágnunk. Tökéletes. Kapd el, és nézd meg az átalakulást. Valaki úgy döntött, hogy szemüveges lesz. Új életet adtál neki. Az alkotó nem érdemel jutalmat. Sajnálom, ez nem szép tőlem. Az édesség segíthet leküzdeni a stresszt. Értem, édes szájú, úgy legyen. A mézes zselé mindig jó választás. Megkóstolhatom a finom csemegét? Ó, van egy ötletem. Úgy nézek ki, mint a szivárvány barát. Nos, ha szeretnéd, jó, miért ne? Először is az üveget be kell festeni. Hú, és kivágjuk a tetejét. Gyönyörű, nem? Egy kis gyurma siet a megmentésére. A tenyerünkkel formáljunk szép labdát. Jöhet a móka. Lapos, sárga kukacunk koronává változik, és óvatosan a késsel. A kék fejre tesszük a kiegészítőt. Egy darab fekete hablapból szájat varázsolunk. Egy kis nyelvet ragasztunk rá. Juhú, alakul az arc. Szerencsére anya nekem adta ezeket a gombokat. Rögzítjük a szemeket, és egy csővel lyukat készítünk. Kend be a nyakat szilikonragasztóval, és díszítsd az üveget. Voilà! Élvezd! Ezt nekem, és neked nincs? Mindenre gondoltam, nyugi. A kreativitás a fő. Nagyon finom. Lehetetlen abba hagyni. Úgy tűnik, túl sokat préseltem ki. Hogy nem vettem észre a füzetedet? Igen, elkészült az önéletrajzom, de nem baj. Új jog a szivárvány folyóirat létrehozásához. Érdekesnek hangzik. Gyorsan távolítsuk el a mézes zselét egy nedves törlőkendővel, és mind eltűnt. A puha narancsárga pomponokat szorosan ragasszuk. Eljött a te időd. A fürdőszobai szivacsnak pedig vicces sorsa van, ez lesz a szem alapja. Sárga kukucskálóinkat fehér gyurma palacsintával borítjuk be. Ügyelj arra, hogy légmentes legyen. Klik-klak, és a felesleg le van vágva. A tetejére jöhet a fekete pupilla. Csináljuk újra a trükköt. Ismerős megjelenés, igaz? Menjetek a helyetekre, kicsi szemek. Két csepp forró ragasztó és a narancs figyel minket. Szerinted hiányzik valami? Természetesen egy sor hófehér ragadozó fog. Elég jó, szörnyeteg.